és már mondom is a szolgálatom címét. A vacsora kész. Ennyi. A vacsora kész. Elkiáltó jelve. A Lukács 14:15-24-ig. El is olvasom az igét, amely az alaptéma lett. Így hangzik, 15. verső. Halván pedig ezeket egy azok közül, akik ővel együtt ülnek vala mondani ki. Boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Ő pedig mondok annak, egy ember készít-e nagy vacsorát, és sokakat meghívott. És elküldte szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, gyertek el, mert immár minden kész. És mindjárt egyenlőképpen kezdék magukat mentegetni. Az első mondaléki szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglásson. Kérlek téged, ments ki engem. Egy másik mondat. Ötig a köpröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam. Kérlek téged, ments ki engem. A másik pedig mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Mikor azért az a szolga hazament, megmondta ezeket az ő urának. Akkor megharagudván a gazda, mondta az ő szolgájának. Eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, csonkavonkákat, sántákat és makokat hoz be ide. És mondja szólva, Uram, meglett, amit parancsoltál, tántad, és mégis van hely. Akkor mondja az Ura szolgájának, eredj el az utakra és a sörényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az ön házon. Mert mondom néktek, hogy senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Eddig az írás, ámen. Egy döbbenetes példázatról van szó, mert Jézus nem egy konkrét történetről beszélt, hanem példázatban világította meg az Isten csodálatos tervét. Mert amilyet itt el lett mondva, le lett írva, Isten tervéről van szó. Üdv tervéről. Nos, vágjunk bele a dologba. Isten mindig az egységről beszélt. Mindig az egy akaratról beszélt. Mindig az erőről beszélt. Amihez kell az egy akarat. Az egy akarathoz pedig az egység, ahogy mondtam. Az egység pedig egy egységes tanításból jön. Tanítás rendszerből jön, hagyd tegyek hozzá. Egy olyan tanítás rendszerből, ami ben minden szó összefüggésbe van minden szóval. Ez a rendszer egy maga egy szellemi szövéknek, és ez hozza mindig az erőt. Nos, amikor példának vegyük a társadalmi rendszer, ha nincsenek egységben a dolgok, amiről prédikálnak a miniszterurak és egyéb vezetők, széthúzás van az egyik, ezt akarja megvalósítani a másik. Amazt akarja megvalósítani, és meghasonlások történnek közöttük. Az meggyengíti az egész rendszer. És a meggyengült rendszer pedig meggyengíti az egész társadalmat. És az egész meggyengült társadalom kihat az egész világra. Okozati rendszerben gondolkozzunk is. Látjuk, hogy valóban így van. És a valóság is ezt mutatja. Elég csak kinézni az ablakon, akár csak gondolatban is, már látok, hogy nagy a baj. Nagyon nagy a baj. És pontosan azért, mert nincs egység. Nincs egyetlen igazságos út,
tehát egyetlen igazságnak a kikövetett, felépített, világi szinten is felépített útja, amelyen járhatna a világ. És ahányan vannak, annyiféle igazságot találnak, és mind meg akarja magát valósítani. Nos, itt kezdődik a probléma. Ez káoszhoz vezet, háborúhoz vezet, harchoz vezet, elégedetlenségtől kezdve mindenhez vezet, ami pontosabban szólva kirobbantja a harcokat a történelem folyamán, és a mai világban is, és ki is fogja egyre több harcot, egyre mélyebben, és végül berobban az egész világ is látnak. Ha nem így lesz, vágjátok a fejemhez a hazugságot. Nos, testvéreim, miről van itt szó? Az egység meghatározása mögött. Magáról az életről. Amit Jézus többször is a Bibliát keresztül, többször is egy vacsora jelképével fejezett ki. Nézzétek meg, amikor az utolsó napok egyház korszakában ellangyosodott az Isten népe, az eklésia tulajdonképpen, amit Laodicea korszakbeli egyháznak nevez a Biblia, a Jelenések könyvben, pontosabban a harmadik részben. Ha megnézed a 20. verset, de lehet, hogy tévedek, már kíváncsi vagyok rá, a harmadik rész 20. versét. A vacsoráról van szó. Úgy van. Jelenések 3:20. Íme az ajtó előtt állok és dörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én vele. Ez Jeremiás 14-ben is benne van, csak másképp. Nos, testvérem, hogy van ez? Vacsora? Igen, ez egy jelkép. Annak a jelképe, hogy Jézus az ő népével egy igazi lelki, szellemi, tudati kapcsolatba akar lépni, és abban akar vele élni, közte élni, a népe között. Egy személyes, élő kapcsolatba akar velünk lenni Jézus. És amíg élünk a Földön ebben a testben, azt akarja Isten fia, hogy ez mindig az utolsó pillanatunkig így működje. Micsoda szeretet? Micsoda szeretet? Látjátok, ez Jézus. És ezt a Jézus utasítja el a világ nagyobbik fele. Az emberiség nagyobb része. De miért is utasítják el? Nem csak az egójuk érvényesüléséért, mi is azt csináltuk egyébként dél és fiatal koromban, míg meg nem tértem. Nem is tudtam, hogy mi az igazság. Nem is tudtam, hogy mit kellene csinálni. Ez volt a bevett dolog. Kerülünk bele a világba, és készüljünk, ahogy fogunk. De ez nem megoldás, testvére. Nem csak az ego, tehát nem csak az ego győzelme miatt van így, ahogy mondtam, hogy Jézus a világ nagyobbik feléből mindig csak az elutasítást kapta eddig, és ma is kapja, hanem azért is, vagy mondhatja úgy, hogy leginkább azért, mert nem ismerik őt. De miért nem ismerik? Istent követik sokan, megnézd csak meg. Istent hirdetik már, mint a Teremtőt, már, mint az Atyát, már, mint az örökkévalót, ki úgy nevetik. A templomokban is, és sokan mennek. De őt se ismerik, testvére. Isten se ismerik, és ez az oka annak, hogy nem ismerik a názáreti Jézus. Nem Jézus mondta ezeket szinte szó szerint. Ismernétek az Atyát, engem is ismernétek. Mert én az Atya nevében jöttem ki, az Atyától. Nézd meg csak azt a magot.
amiből lett Jézus Márián keresztül, Mária kihordása által és szülése által. Az a mag felülről való volt, na ezért volt Isten fia is félig, félig meg emberfia. Ezt se tudják. De kritizálni azt tudják, elítélni azt tudják. Ha ma megjelenne Jézus úgy, hogy tudatná, igen, tudatná a világa, hogy ő az, ő Jézus, nem árruhába jönne például. Ugyanúgy megölnék, csak még kegyetlenebb halállal. Ezt értettem meg az utóbbi időben. Ugyanúgy megölnék. Abban az időben a rómaiak találmánya által művelték ezt a kereszthalált. De még azok is már végül megrettentek saját maguktól, és megszüntették ezt a törvényt. A halálra ítélteket, egy részüket kereszteken végezték ki. És végül újra mondom, maguk is megrettentek önmaguktól. Mert ez egy olyan kegyetlen halál, nem, hogy nem volt még ilyen. Én meg vagyok róla győződve. Ma még ennél is kegyetlenebb halálmenet találnának ki Jézusnak. Egyesek, és hozzáteszem, ugyanúgy, mint abban az időben a farizeusok és írástudók, voltak a főtuntorok, meg a zsidó nép főpapjai vezetői, szellemi vezetői, ma is ugyanazok vezetnék le Krisztus gyilkolását. Meggyilkolását. És hozzájuk csatlakoznának a kedves farizeus és írástudók, akik viszont ott állnak a templomban a nép előtt, fekete reverendába. Ugyanúgy, mint a farizeusok, hosszú köntösökbe jártak, kitíszített, kihímezett, csengők rajta, mindennel kirakott, hogy látványos menetelést tudjanak gyakorolni, amikor a városba mennek. Hogy lássák őket, ahogy Jézus szó szerint ezt el is mondta. Lássák őket az emberek, és meghajlódjanak előttük. Minden menetükben, minden csinálmányukban. Csak a dicsőség érdekelt őket, a saját dicsőségük. Miféle hívő nemzet ez, test? Mondd már meg nekem. És ezek voltak rajta, hogy ha nem, ölöd meg ezt a Jézust, nem vagy a császár barátja. Megijedt Pilátus, és átadta neki, tessék, vigyétek. Mert neki is a karrier kellett. Ezt miért nem ismerik az emberek ezt az igazságot? Nekik is a karrier kellett, illetve Pilátusnak is. És nem akarta kockára tenni a hivatalát, és elveszteni a császár barátságát. Olyan áron sem, hogy inkább halljon meg miatta egy ember, aki a történelem legnagyobb munkáját tette le az asztalra, megmentette a világot a gonosz uralma alól. Mert a megváltással ezt érte el. Miért nem tudják ezt is az emberek? Pedig tudhatnák, csak oda kéne figyelni. Meg egy kicsit utána nézni, és megnyitott szívvel. Nos, vacsora. Ez egy jelkép. Az egység egymással és Jézussal ugyanakkor egy ilyen egységet jelképez. Mi is történt tulajdonképpen? Egy történelmi vacsoráról beszélt Jézus. Jelképesen, újra mondom, jelképesen használ ezt a szót. De a üt történetről, vagy úgy is mondhatjuk, történelemről beszélt. Tudnotok-e, hogy a gyülekezet történelme bizonyos korszakokon keresztül haladt, és ma is halad előre. Történelmi korszakokról van szó.
Milyen történelmi korszakokról? Nem olyanról, mint amit egyes svájcfülűek kitalálnak és beteszik az iskolai könyvekbe a kis gyerekeknek, akik azt se tudják, hogy ők kicsodák, nemhogy felfedezzék a hazugságot a történelem könyvekbe, nem fedezik fel, megeszik és azon éltetik őket a hazugságon. Én az igazi üt történetről beszélek nektek, mégpedig a Biblia alapján, aminél nagyobb igazság nem kell. Most már ezt tudják a politikusok is, ezért vezették be az egyetemekre is a Biblia ismeretet, már ahol bevezették, Magyarországon igen, Amerikában is ott van, és így tovább, és így tovább. Mert egyszerűen most már nem tudják lehazudni a Biblia történelmet író igazságát. Nem bírják lehazudni, mert mindenbe teljesedett. Csak az teljesedik be, jobban mondva, ami a bibliai történelmet illeti. Csak az. De minden módon, ahogy csak tehetik, a szakemberek elterjedik. Nos, tehát én a történelemről beszélek. Ez pedig a korszakokról van összerakva. Most az utolsó egyházkorszak, vagy mondjuk úgy gyülekezet korszak indul be egy ideje, és nincs tovább. Van még, de az már nem fog hozzátartani. Az utolsó korszak itt hamarosan le fog zárulni. Ezt nevezi a Biblia, pontosabban János apostol 7 leveléből az utolsó, a 7. levél laodiceai korszaknak, langymeleg korszaknak. Ezek a levelek profétikus levelek. Jelenések 2 és 3. részében vannak. Profétikus levelek, amelyek arra hivatottak, hogy jelezzék, a korszak, a gyülekezet korszakainak az különféle állapotát, és jelzik ajzámot is. Tehát az utolsó gyülekezeti korszak Laodicea. Ez 1990-ben kezdődött el, és tart a mai napig, nem tudjuk meddig fog tartani. Nos, a lényeg az, ez már különben nincs a Bibliában a dátum, meg ilyenek, történelmi dátum, erre vonatkozóan, de ha akarod, utána nézhetsz a Biblia nélkül is, és megtalálod, csak kell, hogy igazán érdekeljenek ezek a dolgok. És legyen jó szemed és érzéked, hogy hova nyúljál a könyvespolcokon és egyéb helyeken. Nos, testvérem, macska, utolsó korszak, és itt elkészül a vacsora. Most készült el. Múlt időnk. Már el van készülve. Gőzölök. Már gőzölök. És Jézus egyszerűen odafordul az Eklésiához, az ő saját szellemi népéhez, és meghívja szolgáljuk keresztül. Meghívja őket. És figyelj csak meg, mi történik. A helyet, hogy elmennének a hivatalosok, és megtennék a reális lépést, amit vár tőlük Isten, a helyet elfordulnak Isten akaratától. És magának a mesternek fordítanak hátat. Magának a mesternek, aki meghívja őket. Mindent tudnak. Mert ismerik a Bibliát, ismerik az üt történetet, ismerik Istent, mert újjászületett, megtért újjászületett hívőkről van szó, amikor a Eklésiáról beszélünk. Nem egy vallásos fogó, betonított, hitű, agyon teológizált, nem tudom kikről van szó, hanem igazi hívőkről. Akik langyossá lettek, mit
mondtam az előbb a korszakokra, az utolsó hetedik korszakra, a langymeleg laodicei korszak. Langymeleg kéne Isten népe. És most már egyszerűen elaludtak, és nem hajlandók felállni, és tenni a dolgukat, amelyre el vannak hívva, mindegytől eddig. És mégiscsak teszik a dolgukat, de ez már nem az Istentől rendelt dolog, amit tesznek, hanem az egótól kirendelt dolog, a földhöz tapadt munkálkodás. Semmi más. A földi gondolkodás, az emberi gondolkodás, amely oda ás téged, oda bele a föld legmélyebb részére és mozdul is rész. Olyan teher nehezedik rá, hogy jelvélekről beszélek. Így járt a laodicei korszak egyháza. Csak a földek, csak a tehenek, a tekevasok, szerszámok. És az asszonyok is ki kell próbálgatni. Éjszakánként 20-szor is akár. Igen. Az előbb való, mint Istennek a munkája. Idáig jutott az eklésia. Jelképes beszéd, de tökéletes igazság testvére, amit Jézus példázatként elmond. Nos, újra mondom, vacsora. Nép megcsap, amit felolvastunk a jelenések 3.20-ban. Aki megnyitja előttem az ajtót, ahhoz bemegyek és vele vacsorálok. Ő pedig én vele. Tökéletes közösségről, egységről beszél a Biblia, illetve Jézus. Nem miért van kívül? Ezt mondja már meg nekem valaki. A drágalátos fariseusok közül csak egyetlen ember mondja meg nekem. Ha tudja, senki nem tudja közül. Mert ők csak azt tudják, amit az ego akarata sugal nekik. Csak arról hajlandók beszélni, cselekedni. Annak az akaratát képesek csak nagyító alá venni és csinálni, amit az ego mond. Az ego pedig magasává vezeti irány. Az ő akarata szerint, és az ő tervét megvalósítandá, megvalósítva, az ő tervét, egyedül az ő tervét, de is te egymár szemnyire sincs benne. Nos, megmondom nektek, kizárták Jézust a gyülekezetek, a mai laodicei gyülekezet, mert az egónak engedte. De ezzel nem csak az egónak, hanem elsősorban a sátánnak adták végleg meg magukat. És az ő vezetése által megy az, folyik az életük. Nincs más, csak ez az egyetlen igazság működik az egyházban. Tisztelet a nagyon-nagyon kis százalék kivételnek, ha egyáltalán nem tévedek. Ha tévednék, nem csodálkoznék rajta. Mert rohamosan szakad szét az egyház, és rohamosan növekedik a káosz. És a romlás egyszerűen már nem ismer határokat. Rohamosan rothat minden az egyházban. Tegnap este sokáig beszélgettem egy illetővel, aki régóta, évtizedek óta munkálkodik az egyházban, több gyülekezetet vezet ma is. Amiket mondott, én nem tudtam. Amiket mondott az egyházzal kapcsolatban természetesen rossz, természetesen tragikus dolgokat. Hogy hová jutott, milyen szinten működik az egyházban, a bűn, a tévek is, és minden, amit csak tudnál gondolni. Szemem számot eltállottam. Mondom, én nem is tudom. Még talán felét se tudom a valóságnak, amit ez az ember elmondott most nekem. Döbbenetes. Itt már ne várjatok se ébredés, se helyreállás, se reformációt. Itt már nem reformáció kell különben sem, hanem itt
új megtérés kellene arra, elképesek, mert átadták magukat Lucifernek. Lucifer irányításának csak nem vallják be, egy részük persze nem is látja ezt konkrétan, de mégis azt csinálja, titokzatos módon teszi ezt vele a sátán, akiről a Biblia azt mondja, hogy rejtőzködő, és lehazudja a saját létezését, és így az emberekkel azt csinál, amit akar, azt ad be nekik, amit akar, különféle ideológiák, rendszerek, stb. Nos, testvérem, idáig jutott Isten népe. Hol van a vacsora, hivatalosai? Na, hol vannak? Menjünk tovább. Egy egységről beszél Jézus, ugyanakkor a sátán is egy egységről beszél. Az ő egységéről. Ugyanúgy, mint Jézus is. Az ő általa kitervelt, vagy látott egységről beszél. De most menjünk a gonoszhoz. Nézzük meg az ő elképzelését az ő saját egységéről. Nézzük meg a példázatot. Hol van ebben az egység, és milyen egység van benne, ha van? Elkülde a szolgáit Jézus, hogy hívja meg az embereket, a hivatalosokat, gyertek el, a vacsora kész, jöhettek. És mindnyájan egyenlőképpen kezdték magukat mentegetni. Hallod? Itt az egység. De miben mentegetik magukat? Ezt mond már meg neked. A hazugságban, testvére. Ebben egységre jutottak mindnyájan. De hol van ebből az igazság? Hol van ebből az Isten szentsége? Az Isten igazi szava, igazi szeretete, amely által meghívta az ő népét. Hol van ebből? Nos, az egyik szántóföldet vett. És ki kell mennem, hogy azt meglássam. Kérlek téged, ments ki engem. Ez a kérlek téged, ments ki engem. Mit akar? Valami nagyon komolyan. Egy olyat akar, testvéreim, hogy az Isten népe, illetve Jézus gyülekezete el van tájolódva, testvérem. Azt hiszi, hogy ő mindent megtehet, Isten azt elnézi neked, neki. És nem jár érte semmilyen ítélet dolog, semmilyen büntetés Istentől, sem a nagy ítéletkor, sem most, sem soha. Mert ő az Istennek a gyermeke. Ő Jézus befogadta a szívébe, igaz. Egyszer befogadta, de mi van most? Mindig a most számít. És ő vele nem történhet baj, mert ő az Isten fiáé. Az ő tulajdona. Majd az Úr, a kegyelem, tudod, amiről prédikálnak, meg az isteni szeretet, majd az mindent elvégez, körülveszi őt, megvédi őt. És megad neki minden továbbra, és bármit tehet, ahogy akar, ahogy neki tetszik. Isten mindent rendez majd az életében. Hazugság és vakság sötétségben jár az Isten népe. Méghozzá szétvághatatlan, ad meg acélosodott sötétségbe. Az ige miért mondja, hogy mindenkire vonatkozik a tévedés, a tévedés, a hazugság, a bűn és minden, ami rossz. Mindenkire vonatkozik annak a cselekedetnek, tehát a rossz cselekedetének, mint gyümölcsnek. A learatása. Figyelj csak meg, amikor a jó fáról és a rossz fáról tanított Jézus, mint szintén egy példázatról. És azt mondta, jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt, de rossz fa se teremhet jó gyümölcsöt. Azért a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nos, milyen gyümölcse van a laodiceai gyülekezetnek, mint fának? Abszolút rossz gyümölcs.
Hát ha az fogja leszakítni, Isten nem tehet kivételt a saját népével sem, mert akkor ő nem Isten. Ő egy igazságtalan szellemi erő, semmi több, akivel a kapcsolatot meggondolom, hogy megtörténjen, vagy ha már megtörtént, hogy tovább ápolja. De nem gondolom meg, mert ő igazságos mindenkivel. Velem is, engem is ugyanúgy, nekem is megfizet ugyanúgy, hogy akkor rosszat teszek, mint bármely gyermekének. Ezért követem őt a halálon pillanatáig, testvére. Nos, megyünk tovább. Tehát mindnyájan egyenlőképp engedték magukat mentegetni. Itt van az egység, a fonák egység, a hazug egység. Kinek a vezetése alatt vannak akkor, hanem a sátának a vezetése alatt. Mert az csinálja a dolgait antikrisztusi módon, tehát Krisztus ellen tesz mindent, mindent fejreállít. Az ő követők a saját lábukon vannak, megfogja őket egyenként, és fejreállítja. Nem így, ez nem jó, Istennek ez tetszik, de nekem nem, nekem csak így tetszel. Állj fel, fejre, minden dolgodban, minden dolgodban, amit rád bízok, a fonák módját csinált, minden dolognak. Ami ellenkezik az Isten vezetésével, akaratával, tiszta igazságával. Azt kell, hogy csináld, akkor lehet az enyém. Nos, így működik a mai laudítői gyülekezet. Meg lehet cáfolni bárkinek. Várom. Nos, testvérem, a másik pedig mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Ja igen, még azt nem fejeztem be az előző gondolatot, hogy megkérték a szolgákat, ezek a hívő emberek, hogy ments ki engem, kérlek, az Úrnál, ments ki. Nos, ezzel, ezért mondtam, hogy azt hiszik nekik, mindent lehet majd az Úr. Mindent rendez nekik úgy, hogy jó legyen. Ellézi ezt nekik, nem nézi el. Mert ez a példázat, amit itt Jézus előadt, Isten üd tervébe van benne, testvérem. Azért kezdtem ezzel, hogy ez egy hatalmas üd tervi példázat. Vacsorát készít az Úr, ami az egész történelmen keresztül készül, és most lett elkészítve. Csodálatosan gőzök, illatosik. Tökéletesen megvan főve benne minden. Csak annyira, mennyire kell. Tehát az étel tökéletes. Amit Isten csinál, az egyébként is tökéletes. Nos, testvérem, hol vannak a meghívottak? Illetve az elhívottak. Hol vannak az eredetiek? Az eredetiek. Hol vannak a hivatalosok? Hát erről van is. Erről szól a példázat. És akkor megharagudván az Úr, és megteszi, ami szintén meg van írva a Bibliában több helyen is. Mert mondom néktek, hogy senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Igen, nézd csak. Ökröket vettem, feleséget vettem, földet vettem, meg ezt vettem, meg azt vettem. Megkezdődik a színházi előadás, mennek kell. Adjad az orvost. Nos, ezzel zárták ki a názáreti Jézust saját maguk közül a gyülekezetből. Általánosságban mondtam. Tehát globálisan értelmezett gyülekezet. Nemzetközi gyülekezetből. Kizártál, de ő szörget, hogy engedjetek vissza. És nem engedik vissza.
így zörget a názáreti Jézus az ő Szent Szelleme által a mai napon is a gyülekezetekben. De nem örökre. Egyre több gyülekezetben elhalkul, elcsendesedik a zörgetés, a kopogtatás az ajtó. És végül megszűnt minden kopogó hang. Nincs tovább. Magukra maradnak, és jöjjön, aminek jönni kell Jézus nélkül. Ez nyeri el minden gyülekezet. A sátán akkor fogja a kezét, amikor Jézus magára hagyja őket, sátán pedig akkor teszi rá mind a két kezét ezekre a gyülekezetekre. Mind a két kezét. És a pecsétjét is le vannak pecsételve, egyre több gyülekezet most már. És se kicsede tovább. Ezek az üdvösségükkel is játszanak, el is feszítik, de megvannak volna győződ, hogy ők a legkomolyabb, legjobb hívők a világon. Mert ezt hintetik. Csak az igazság náluk van. Senki másnak. Csak náluk. Minden felekezetet hirdeti. Hát akkor hány igazság van itt, kérem? Adjátok már meg nekem. Na, mondjátok meg. Hát vicces az egész. Még a bolondokat se tudnák ezzel elvitetni, ha a gonosz nem dobná rájuk a homály leplét. Hogy látván ne lássanak, hallván ne halljanak, hogy meg ne térhessenek, ahogy Ésaiás prófétálta. Az utolsó napokról a minap. Befejezem. Következnek a szegények. És mondd a szolga, Uram, meglett, amint parancsoltad, és mégis van hely. Akkor mondd az Úr a szolgának, eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenki, hogy megteljék az én házam. De előre megyek, mert itt kihagytam valamit. Mikor azért a szolga hazament, megmondá ezeket az ő urának, akkor megharagudván a gazda, tehát a hivatalosokról elmondta, hogy mivel ütközött. Mondd az ő szolgájának, eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. És mondd a szolga, Uram, meglett, amit parancsoltad, és még mindig van hely. Látod, milyen hatalmas hely van Istennél? Mindenkinek jut hely. Mindenkinek. Akkor mondd az Úr a szolgának, itt mondja, hogy eredj el az utakra és sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Nos, eredj el hamar a város utcáira és szorosaira. És a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és kapokat hoz be ide. És ez is megtörtént, mint ahogy a mi valóságos életünkben is. Most már megtörtént. Emlékezzetek azokra a gyülekezetekben a nagy felbuzdulásokra, mutatjuk ébredésnek is, ahol hatalmas csodák történtek, meg mai napig is még itt ott a világban vannak csodák. Többezerfős gyülekezetekről beszélek, viszik a betegeiket, például Nigériában a Kriszt pásztor vezetése alatt teherautókkal viszik el a tolószékeket és botokat, járóbotokat és különféle eszközöket, mert nincs szükségük oda-vitt vagy oda-ment betegeknek többé. Nincs szükségük rá. És osszák ki a rehabilitációs, meg egyéb ilyen intézeteknek ezeket a szekereket, tolókocsikat, meg a botok, meg különféle járó dolgokat. Ez csak az egyik hely, ami történik a világban. Pontosabban Nigériában, ahogy mondtam. Nos, testvéreim, de ez már a vége. Ez már a vége ennek a korszaknak.
minden megtörtént. Bementek a vakok, a sánták, minden a beteget, minden megtörtént, még mindig volt hely, na akkor mondta az út, menj a szegényekhez az utcákra, és a szorosokhoz. És a szegényeknek egy része hajléktalanok testvére. És oda is elmentek az Isten szolgái már. Már a hajléktalanok is, az egész világot. Már tudják, hogy miről van szó, mi a megváltás, kicsoda Jézus, mindent tudnak. És aki hajlandó volt az életét az Úr fia kezébe tenni, Jézus kezébe tenni, az már oda tette az életét. Megtörtént a megváltás, átment a megváltáson. Aki pedig kihullott a fityából, úgymond, az úgy maradt, nincs tovább. Tehát ez is megtörtént. És még ott vannak, figyelj csak meg. Eredj el az utakra és a sövényeket, és itt jön a kényszerítés. És kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Az utolsó evangelizációról van szó. Az utolsó ébredésről. Kik között? Az utak, emberei és a sövények mögött a kirekesztettségben élő szegény, védetlen emberekről van szó. És ott is megtörtént az Úr hívása testvérei. Ott is. Például a cigányság evangelizációja, amiben én is nagyon komolyan kivettem a részemet annak idején. Nos, testvére, akkor miről van szó? Kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Nagyon valószínű, hogy Isten háza helye megtelt. És nincs tovább. Ilyenkor, amikor minden befejeződött, tész van minden is vége, munkának egy csend szokott lenni. Egy várakozási terület. Csend. Egy hallgatás. És az emberek csak néznek, hallgatóznak, semmit nem látnak, nem hallanak, nem tudják, mi van. Mi ez a csend? Miért van ez a csend? Nos, ezt a csendet éljük. És bármely pillanatban felrobbanhat a világ. Jelképet használtam. De valójában is. De hogy mikor, melyik napon? Amit a Biblia az Úr napjának nevez, és ítélet napjának, egyben nem tudjuk melyik napon. Robbant be a következő felvonás. Ide jutottunk, a vacsora kész, megoszlott az Isten népe. Az egyik az ökreit választotta, meg az asszonyait, a másik bement, de még mindig volt hely, és Isten minden területről összeszedte az övéit, akik a Biblia szerint eleve ki voltak választva a megtérésre. Erről beszél a Biblia. Azok összelettek szedve most már, akkor hogyan tovább? Hova tovább? Mit várunk még? Az üdv történelettől. Mit várunk még Istentől? Semmit ne várjunk. Aki csak teheti. Én legszívesebben azt mondanám, hogy az egész világ készüljön Jézus fogadására. De ez a készülés azt jelenti, hogy legyen Jézusé, kövesse őt teljes szívéből, elhagyván az eddigi bűnös életet, mert ez csak bűnös élet, és ne mondja senki, hogy jaj, hát én igazság szerint cselekedtem, én jókat cselekedtem, meg segítettem az engem, ilyeneket mondanak. Jó, rendben van, ezek jó dolgok. De nem elég az üdvösséghez, nem elég Isten fiának a totális védelméhez, semmihez szinte nem elég, ami az üdvösséget illeti. Nem elég, meg
kell térni és újjá kell születni. Enélkül nem lehet Isten gyermeke. Enélkül nem tudod Jézust követni, mert meg se tudod ismerni. Hát hogyan nyílna meg neked? Ha te nem nyílt meg neki, és nem fogadod be őt, a szívedbe és nem követed őt, teljes szívedből és elmédből, ahogy a 10 parancsolatban is van. Na látod, az egész világnak ezt kívánnám legszívesebben, és mindent megtennék értük, ha tehetnék valamit is, hogy készüljenek Jézus visszajöttelmények alapjára. Ebben az egyben van jó dolog, amit mindenkinek ki kellene használni, és meg kellene cselekedni. Aki pedig már megtért Istenhez, követi Jézust, annak pedig mindenben, ami csak rossz, vagy amiben még nem áll helye kellene állni. Isten fia, a tökéletes tanítványokra fog tekinteni. Nem olyan tökéletességről beszélt Jézus, hogy már semmi, soha, egyetlen hamis gondolatot se jöjjön, már annyira tökéletes vagy, nem erről van szó, mert ez egy hosszú folyamat által tisztul ki az elme, meg minden, hogy már a gondolatot is csak szent, semmi más, semmi rossz, nem, hanem úgy tökéletes, hogy teljesen kijöttél a világból, és követed őt, hogy benned még mi van, meg miknek, az öröklött dolgoknak a hajszálgyökereiből még ki kell, hogy tisztuljon a szervezeted, az más kérdés. Az más kérdés. Ezt se tudják igazán az emberek felfogni. Nos, testvérem, senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Aki megnyitja előttem az ajtót, ahhoz bemegyek és velem a család, és ő én velem. Tehát, akik nem ezt teszik, nem fognak Jézussal vacsorálni, és Jézus sem megy hozzájuk, hogy velük vacsorálja. Ahhoz, hogy Jézussal vacsorázzunk, tehát igazi, lelki, élő kapcsolatban legyünk vele napi szinten, szinte pillanat szinten, ahhoz testvéreim teljes mértékben oda kell szállnunk az életünket, ki kell vetnünk magunkból a fel az öröklött, amiről ugye nem tehetünk, mindenki örökli a bűnt, ezért bűnös mindenki Isten előtt, ha meg nem tér, amíg meg nem tér és nem követi Jézus, ki kell magunkból vetni ezt a bűnös világot, és egyszerűen tisztán megállni Jézus előtt, és úgy várni az ő jövetelét. Én kívánom teljes szívemből, hogy így legyen, egyre több hívőnek az életében, elsősorban rátok gondolok. Kívánom teljes szívemből, hogy a világ eldugott szugaiba is, mint ahogy mondja a példázat, hogy a sikátorokban is, ott is, menj és hívogasd ki a hajléktalanokat, menjél csak el egy nagy városba, és menjél ilyen kis sikátorokban, tele van hajléktalanokkal. Igen, menjél Budapestre, menjél Párizsba, menjél sok helyre, nem sok. Nos, testvérem, kívánom, hogy profitálj ebből a pár gondolatból, és épülj tovább Krisztusban, mert ha magunkról beszélünk, akkor azt mondhatom, hogy mi épülünk. Ez nem nagyzolás, hanem ez a tény. Mi épülünk, mert előhozzuk az igazságot, mert hirdetjük, mert kimondjuk magunkról is a rosszat, ha kell. Mint nekünk nem az a célunk, hogy önmagunk érvényesüljön, hanem hogy Isten érvényesüljön bennünk és
általunk az ő munkájában. Ez a cél, tehát ebben nem az önzés dominál, hanem ellenkezőleg az Úr dicsősége. Tehát menjetek előre, épüljetek a Krisztusban, de amilyen gyorsan csak lehet, és amilyen alaposan Krisztus, a gyorsasággal együtt alaposságról is beszélnek. És kívánom, hogy az Úr, ha visszajön, mindnyájunkat találjuk elkészült állapotban. És mindnyájan legyünk boldogak. Mindnyájan. Mert találkozni fogunk akkor vele. És együtt is maradjunk. Nem kell elmaradni. Ott fent az Úr áldjon meg benneteket. Amen.